online kurzuson, aminek keretében egy esettanulmányt kellett készíteni egy magyar községen biomassa kazán telepítése címszóval. Erről készítettem egy rövid prezentációt, amit szeretnék bemutatni most. Az alapkoncepció egy településfejlesztési koncepció volt. A feladatom az volt, hogy egy magyar alföldi település, ismertebb nevén Kengyel településen, az helyi önkormányzat magas rezsiköltsége miatt egy biomassa kazánt üzemeltessünk, illetve létesítsek. Az alaphipotézis az volt, hogy elég lesz-e ez az egy beruházás arra, hogy a rezsit valós idejűleg is csökkentsük. Később kitérnék erre, hogy megmódosítottam ezt az alapkoncepciót, viszont a biomassa kazán elgondolása egy teljesen helytálló vidékfejlesztési ötletpont. Először szeretnék beszélni a településről, Kengyel településről, amint azt már említettem, az Alföldön található, Magyarországon, az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A többi adat leolvasható a prezentációra, ezzel nem lorogolnám az idejüket. A biomassa. Mi is az a biomassa? A biomassa növényi származékokból terülik össze, és úgynevezett préselési eljárással, égetés hatására hőt termel. Ezt egy speciális kazánban hasznosítják a szakemberek, ugyanis az elégetett hőt hasznosítják energiaként, és átalakítják különböző modern technológiai eszközökkel. Mint ahogy a képen is látszódik, itt látható egy biomassa kazán, itt a biomasszát, tehát a növényi származékok elégetése során hő keletkezik, a hasznos hőt fűtés során víz, illetve víz fűtésére és áram előállítására is tudják hasznosítani. A fő szempont, itt az utolsó mondatom lenne, hogy az intézmények fenntartásához akár egyetlen biomassa kazán létesítése is elegendő. Ez volt maga az esettanulmányomnak az alapötlete. Ezt teljesítve tovább gondoltam az egészet, és egy olyan ötlet kezdett el körvonalazódni bennem, hogy vajon egy kazán, illetve egy biomassa üzem, tehát egy konkrét terep lenne a megfelelő Kengyel településnek az életében. Arra az elhatározásra jutottam, hogyha egyetlen egy kazánnal a helyi önkormányzatnak a fűtését lehetne csökkenteni, illetve az anyagárakat javítani, akkor miért ne lehetne az egész településen létrehozni egy ilyen biomassa telepet, illetve üzemet, aminek olyan előnye lenne, hogy több munkahelyet teremtene, tehát el kellene küldeni a helyi szakembereket továbbfejlesztésre, és tudnának az üzem területén dolgozni. Ez egy egyszerű beruházás lenne, teljesen új településfejlesztési koncepció ugyanán, amelynek keretében egy konkrét biomassa telepet létrehoznának. Ez mivel Kengyel település sugarában mindenki a lakosság 80-90%-a mezőgazdasággal foglalkozik, így a növényi származék, tehát a biomassa előállítása adott lenne, ami a helyi gazdaságot is javítaná. Alacsonyabb lenne az egész városban a rezsi, ugyanis az áramellátást fedezni, a vízellátást fedezni, és mivel a településen jobbak lennének az életkörülmények, így egy városi fejlődés is megindulhatna. Az önálló település címszó alatt úgy értem, hogy Kengyel egy biomassa telep, illetve üzem során önálló település lehetne, és önellátó település is, tehát mivel rendelkezik három fűthető fóliasátorral, így rákötnénk a biomassa üzemet, így ezáltal még több gazdasági juttatáshoz jutna a település, hogy felfejlesztjük továbbá Kengyel települést, nem csak a biomassa üzemet, egy ökocentrumot is létre lehetne hozni, illetve ezzel kapcsolatban a rekreáció, ugyanint hoteleket, illetve wellness központokat is, ugyanis a felfűtés, illetve a távhő minden fedezné ezt a részt. És mivel említettem a fóliasátrat, saját piacra is tudnának termelni a sátor által. Forrásaimat az alábbi linkekről szedtem, tovább az általam készített esettanulmányból emeltem át. Ennyi lett volna, és akkor, hogyha van kérdés, akkor ezt várom. De köszönöm szépen.